A Híd József építőipari technikum évek óta sokat tesz azért, hogy az iskola tehetséges diákjai kiemelkedő képességeiket továbbfejlesszék. Az iskola minősített tehetséggondozó műhelyként működik, ehhez kapcsolódóan nem csak egyéni tehetséggondozás folyik, hanem csoportos tehetséggondozás is. Én azt gondolom, kijelenthetjük, hogy rendszer szinten foglalkozunk ezzel, és nem csak iskolán belül, hanem iskolán kívül is keressük a kapcsolatokat, és ehhez próbáljuk megteremteni azt a hátteret, hogy olyan felszerelése, olyan eszközei legyenek az iskolának, amit vagy saját fejlesztésből, vagy különböző duális partnereken keresztüli kapcsolatokba, vagy pedig direktbe a minősített tehetséggondozó műhely működésen keresztül kapunk. Alig egy hónapja számoltunk be arról, hogy 14 számítógépet kapott az iskola az egyik legnagyobb építőipari cégtől, most pedig újabb eszközökkel bővül az intézmény eszközparkja. Nagy felbontású 27-szoros monitorokat, kaptunk egy nagyon jó nyomtatót, olyan vezeték nélküli hangszórókat kaptunk, ami eleve a nyelvtanulásban lesz nagyon-nagyon jó, illetve kaptunk olyan külső Winchestert, kaptunk ilyen speciális prezentereket, amivel nem csak léptetni lehet a diákat, hanem egyéb plusz funkciókat is tudnak ellátni, de az elmúlt időszakban kaptunk laptopokat, tehát azt gondolom, ez mind-mind beépült ebbe a képzésbe, és ugye azt meg kell itt jegyezni, hogy nálunk egy laptop az egy bonyolultabb történet annál, hogy bemegyek a boltba és veszek egy laptopot. Az építészképzés miatt, az építész szakmai programok miatt olyan nagy teljesítményű laptopokra van szükségünk, ami ezeket a grafikus tartalmakat is lekezeli. Most majdnem azt mondom, hogy gamer laptopjaink vannak, mert ugyanaz, csak egy picit más oldalról közelítjük. Tehát úgy, hogyha mi tervezünk, és ez a tervezés a 21. századnak megfelelően háromdimenziós tervezési eljárások szerint történik, akkor ennek olyan hátteret kell biztosítani, amivel tényleg élvezetet jelent ez a folyamat. A tehetséggondozáshoz szükség van a jó pedagógusokra, mentorokra, amelyekből a Hírben nincs hiány, és a szakmai tanárok eredményesen készítik fel a diákokat az országos versenyekre. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy most az idei évben Vörösházi György tanár úr, aki egyébként Hildes diák volt, ő tavaly ment nyugdíjba, ő neki az itt töltött 40 év alatt a szakmai versenyekben 18 darab első helyezés, tehát szakmai verseny első helyezés, országos első helyezés az eredménye, számtalan dobogós, és azt gondolom megszámlálhatatlan országos döntős helyezettet készített fel, és ő kapott ennek elismeréseként tavaly előtt Bonis Bona díjat, idén pedig a köztársasági ezüst érdemrend kitüntetést kapott, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk ennek, hogy ez a fajta tevékenység a pedagógusok részére és a pedagógusok részéről is elismerést talál. A minősített tehetséggondozó műhelyek 2017 óta működnek Magyarországon. Jelenleg 39 intézmény viseli ezt a címet, amelyet 5 évig birtokolhatnak az iskolák, amennyiben minden évben megfelelnek a helyszíni monitorozásokon.